Kedves hallgatóink és nézőink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. A Párbeszéd a Magyarországgal érte, azaz Egyházak szerepe a mai társadalma című műsorunkban. Mai vendégem egy sokak számára talán kevésbé ismert, de egy nagyon régi ősi egyház magyarországi képviselője, az úgynevezett Magyar Ortodox Egyház, amelyik orosz jurisdikció alatt működik, és hát ennek a magyarországi képviselő, akit 20-valahány éve ismerek, tehát régi ismerősként is. Nagy szeretettel köszöntelek, Magyar István. Én úgy mondanám, hogy az egyház megyének, mert végül is egyház megye, de majd erről beszélünk, hogy ez miért így neveznénk, nek az esperese. Hát egyik úgynevezett vezető személyisége sok esetben inkább van, amikor ő vezeti, mert ha nincs itt az első számú vezető, akkor valakinek ezt tovább is kell folytatni, ezt a tevékenységet. Még egyszer nagy szeretettel köszöntelek, és hát az első kérdésem az van, hogy Magyar István egy magyar ortodox egyházba honnan indul a pályája, hogy eljut odáig? Hol születtél, hol végeztél, és mikor kerültél ebbe a nagyon ősi szervezetbe? A Mátészalkán, Kelet-Magyarországon születtem, ahol nagy számban vannak jelen úgynevezett görög katolikusok. Én is egy görög katolikus családba születtem. Az őseim szinte mondhatnom, hogy visszamenőleg mind a két oldalon görög katolikusok, nagyon-nagyon hosszú év, századok óta szinte. De ahhoz, hogy érthető legyen, hogy mi a kapcsolat a görög katolikus és az ortodox egyház között, ahhoz egy rövid egyháztörténelmi eszmefuttatást kell helyes tennünk. Ugye, amikor az egyház elindult, vagyis az apostolok elindultak ugye hirdetni az evangéliumot a világon, akkor először keleten, ugye közel-keleten kezdték, aztán Pál apostol eljutott, mint tudjuk, Aténbe, sőt, Szalonikibe is. Tehát ő már kilépett ebből a közeli hát, környékből, tehát a Krisztus Urunk által azon a területen hirdetett ugye, evangéliumi környezetből, de ez még mindig kelet. Ugye Atén is, mondhatjuk ezt, tehát ugyan délnek mondjuk az, de az a gondolkodás mód, az keleti. Majd aztán Péter apostol eljutott Rómába, ugye tudjuk, hogy ott halt vértanúhalált, Pál apostollal együtt a hagyomány szerint, tehát Pál is megfordult ott, de ott már egy nyugati stílusú hát, gondolkodásmód divott, ugye. Tehát így az egyházat két részre oszthatjuk, ezt mondhatjuk, keleti és nyugati részre. Na most az ortodox egyház az a keleti része, a nyugati része pedig a római katolikus, ahogy most ugye hívják. És az ortodox egyház missziója eredetileg ugye Jeruzsálemből indult az evangélium terjesztése, majd Bizánc lett a központ, illetve Konstantinápoly, ugye mikor, hogy hívták, jelenleg Isztambul, ugye, és hát onnan különböző missziókat folytattak. Magyarországon is először igazából Hierotheosz püspök volt az, aki hirdette az evangéliumot, aki ortodox, illetve úgy mondanánk, hogy bizánci szertartású, tehát keleti volt. Aztán valahogy ugye a tatárjárás mi egyebek itt az ortodoxiát, a bizánci szertartást mondhatni, hogy tönkretették, és István király pedig fordult ugye az ő idejében nyugat felé politikai okokból, ezt tudjuk, ezt nem akarom részletezni, és ezért a nyugati kereszténység lett, hát mondhatni az, hogy döntő Magyarországon. De a görög katolikusság, ugye, illetve még akkor úgy neveztük, hogy, vagy nevezzük, hogy bizánci szertartás, jelen volt a történelmi Magyarország területén. Tehát a mai Kárpátalja, illetve a Felvidék, aztán ugye a orosz területek, onnan is ugye nagyon sok behatás érte, a lengyel területek, illetve még lent ugye a mai Szerbia területe. És itt éltek magyar nyelvű ortodoxok nagyon sokáig, ma is élnek, de ezekből lettek az úgynevezett görög katolikusok. Mert a Habsburg birodalomnak a uralkodói katolikusok voltak mindig. És amikor elindult a reformáció, a protestantizmus, akkor
próbálták ugye megállítani, de nem kevés sikerrel. Mondjuk lehetséges, hogy a török hát uralom is ebbe bejátszott, és éppen ezért elindítottak egy missziót az ortodox egyház felé, a birodalom területén lévő ortodox egyház felé. És akkor úgy szépen lassan a jezsuiták végezték ezt a missziót, egyházközségenként tértek át a katolikus egyházhoz, ugye az ortodoxok, és ennek lett az elnevezése görög katolikus. Megtarthatták az összes istentiszteleti sajátosságaikat, az egyházfegyelmi sajátosságot, hogy a papok ott is nősülnek máig is, igen, például, és hát így lett a görög katolikusság, így jött létre. Ezt hívjuk uniónak is máskülönben, tehát itt beszélünk Brest-Litovszki unióról, Máramarosi, ugye Munkácsi, stb., tehát többféle unió létezett. Ezek voltak azok az események, amikor kapcsolódtak, vagyis a katolikus egyházhoz tértek át. Na most hát ugye ott Tiszántúlon, ahol én születtem, Szatmár megyében, ugye Kelet-Magyarországon, ott nagyon-nagyon sok görög katolikus van, akik tulajdonképpen valamikor több száz évvel ezelőtt ortodoxok voltak, ugye, és abból lettek görög katolikussá. Na most én magam, hát gyerekkoromban mindent úgy csináltam, vagy csináltunk, mint ugye ott, ahogy szokás, tehát például az első áldozás, ugye. Gyerekeket máig is ugye a katolikus egyházban ez a szokás, hogy 6 éves kortól, nem tudom én, hát akár 10-11-2 éves korig, amikor jelentkeznek ugye erre az első áldozásra, akkor felkészítik és megtörténik az első áldozás. Hát én is bekerültem ebbe a folyamatba, hogy így mondjam, és hát ott sokan voltunk, vagy 12-en körülbelül, hát sokan mondjuk Máté Szalkának a népességéhez viszonyítva. És hát ugye a végén én nekem megtetszett, idézőjelben mondom, megtetszettek az egyházi szertartások, és hát úgy, ahogy szépen lassan a többiek elmaradtak, akik velem együtt voltak első áldozók az első áldozás után a templomból, úgy én ott maradtam, és hát elkezdtem minisztrálni, tehát felolvasni, a papnak segédkezni, és hát ez hosszú éveken át így ment. Tehát nem, sőt nem, hogy nem, rosszul is esett, mikor egy istentisztelet kimaradt az életemből valami oknál fogva, nem az én hibámból, de már. Tehát én szerettem ott lenni a templomba, és így indult el a hivatásom igazából, ugye. Aztán jelentkeztem a teológiára, ugye, amikor, tehát elvégeztem a iskolákat, ugye, a középiskolát is ott Máté Szalkán, a szülő, most már akkor már város volt, ugye előbb csak, igen, falu, mikor én születtem, vagy község, utána város, és hát a középiskola után 2 év katonai idő volt, úgy, mint ahogy ez szokás volt abban az időben a teológusoknál. Hát ez még nagyon régen, 79-től 81-ig, tehát elég régen volt, és ezt Lentibe, Zala megyébe töltöttem ezt a 2 évet. Érdekes, Lentiről jut eszembe, hogy a legtöbb lelkipásztor barátom, függetlenül hova, mindig Lentibe mondja, hogy ott volt katona. Úgy látszik, ez egy ilyen büntetőtábor volt. Igen, igen. Nem akartam ezt mondani, de, ott teológusok voltak. Voltunk összesen 2 évben, ugye 24 hónapot még én is pont annyit húztam le, tehát még akkor nem rövidítették az időt. Voltunk 40 körül, 40 teológus, de az összes többi az válogatott társaság volt, mert fellelhető volt benne a köztörvényes bűnözőtől kezdve mindenféle. Tehát ezért hívták, hát mondhatni azt, hogy ilyen büntető ezrednek, vagy nem tudom én mi. És hát a teológusokat eleve odavitték, ugye, tehát ez volt lehet, hogy egy megfontolás is, valamiféle megfontolás, hogy hát ha sikerül elállítani a szándékától. Ez a 2 éve elment elég szépen, tehát mondjuk azt tapasztaltam, hogy az emberekkel, jó szándékkal nagyon jó dolgokat lehet elérni. Tehát még azokkal is, akiket bűnözőknek hívunk idézőjelbe, ugye azok is emberek, és a jót megérzik, vagy hogy mondjam, tehát lehetséges, hogy nem volt elég, nem kaptak elég jót a környezetükben. Én ezt tapasztaltam. Misszionáltatok akkor. Hát igen, tehát tulajdonképpen ott elkezdődött a még jóval a teológia végzése előtt a papi szolgálatnak egy bizonyos formája. Igen. Tehát megismertük az embereket, sokféle volt. Én nagyon örülök ennek a 2 évnek, és jó szívvel emlékszek rá vissza, ezt kell, hogy mondjam. Tehát
Na, ez is megvolt, és utána elkerült, vagyis hát ugye már előtte fölvételiztem a teológiára, és akkor 2 évet Egerben. Ez a nyíregyházi görögkatolikusra? Nem, először 2 évet Egerben, ja, Egerben tanultam, és onnan mentem aztán Nyíregyházára. Ott is 2 év, ilyen 2 éves kurzusokat csináltam, és onnan pedig már mondhatni az, hogy ilyen magán tanulóként fejeztem be az akadémián Budapesten, a Pázmány Péteren a teológiai tanulmányaimat, de akkor már megismertem az ortodoxiát, addig nem ismertem. Tehát addig csak tudtam, hogy van görög katolikusság, van római katolikusság, de mint az általános, egyszerű emberek, ugye azt mondja, hát ez katolikus, ez ilyen katolikus, olyan katolikus, vagy református, vagy valami. Én magam is így voltam, hogy hát nem tudtam, hogy egyáltalán ortodoxia létezik, és hogy mi az, ugye mi a lényege. Majd aztán érdekes módon elkezdtem a Vatikáni Rádiót hallgatni, és azzal, annak kapcsán kerültem közelebbi nexusba az ortodoxiával, mert ott minden második és negyedik vasárnapján a hónapnak szláv nyelvű, ószláv nyelvű liturgiát sugároztak az orosz, hát vagy a szovjet unió felé, ugye, onnan Rómából. És hát nagyon szépen végezték. Tehát ha valaki csak elkezdte hallgatni, és nem értett belőle semmit, akkor is csodálatos élményei voltak. Ugye, mert a dallamok, és a szöveg is, tehát az ószláv szöveg is szép, bár olyan, mint a latin, tehát nem élő már az egyáltalán, nem igen. Értik a hívek se, de hát mindegy, nagyon szép. És hát ekkor kezdtem el az egyháztörténelemmel jobban foglalkozni, hogy most akkor mi is ez az ortodoxia egyáltalán. Ugye ott a környéken nem volt. Nyíregyházán volt legközelebb, Máté Szalkához, de ritkán jutottam én el Nyíregyházára, és azt se tudtam, hogy helybelileg hol van. Pap is úgy volt, hogy hol ott volt, hol Miskolcon, tehát nem is lehetett elérni egykönnyen az ottani ortodox papot, az akkorit. Hát így a könyvek alapján képeztem magam, és akkor jöttem rá arra, hogy hát végső soron az ortodoxia az alapja, ugye a görög katolikusságnak is. És az, mondhatni az, hogy hát a kereszténységnek az egyik alap, mert ugye két mondhatni, hogy testvér, a kelet és nyugat, de az egyik alapja, ugye tehát. Na és akkor ez lett az oka annak, hogy azt mondtam, hogy jó, hát akkor én, miután az őseim is ortodoxok voltak valamikor réges-régen, akkor én szeretnék az ortodox egyházhoz tartozni, ugye, aminek hát semmi akadálya igazából nem mutatkozott. Azért fejeztem be a végén már a 2 évet itt Budapesten magántanulóként, mert én magam voltam, aki azt mondtam, hogy a szemináriumból akkor úgy eljövök, mert ott ugye speciális képzés folyt, tehát görögkatolikus lelkész papnak, ugye képezték ott a teológusokat. És hát Pesten éltem már akkor, Budapesten, ez a 84 után. Ekkor már Berki Feriz volt. Hogyne, természetesen, hogy a Feriz atya volt az esperes adminisztrátor. Vele nagyon jó kapcsolatba kerültem, és hát jártam a templomba, de aztán leköltöztünk Nyíregyházára, mert ugye hát a megélhetés az olyan dolog, hogy nem mindig egyformán van, meg a lakhatás, ugye, tehát nem volt saját lakásunk, úgyhogy meg kellett oldanunk ezt a kérdést. Nyíregyházán sikerült, de ott is volt ugye parókia, tehát ortodox parókia, ott folytattam a hídgyakorlását. Hát nálatok is a felszentelés előtt nősülni kellett. Igen, meg kellett. Tehát én akkor nős voltam. 85-ben nősültem. 85-ben, és tehát az az előírás, ugye, hogy ha valaki mielőtt diakonussá szentelnék, akkor előtte kell megházasodni, mert ha nem, akkor már nőtlenül szentelik, ha egyáltalán felszentelik, mert nálunk nem szokás a nőtlen szentelés. Kétféle van az ortodox egyházban, van az, hogy valaki nős papként folytatja a tevékenységét ugye az egyházközségekbe, vagy szerzetes a kolostorba. Igen. És az természetes, hogy nem nős, az ugye, mert hát azok nőtlenek. De olyan, hogy nőtlen, tehát ezt az egyház, az ortodox egyház ilyen hiányos életmódnak tartja, mert ugye Isten eredetileg férfivá és nővé teremtette az embert, közösségbe teremtette. De most ezt a közösséget, ami a családban megvan, ez tulajdonképpen ugyanezt adja a szerzetesi közösség is, egy másfajta vonatkozásba természetesen. Tehát az is közösség, ez is közösség. De ha valaki nőtlen, akkor az nem él közösségben, tehát ezért nem szívesen szentel nőtlen papokat az ortodox egyház.
Na, Nyíregyházán, tehát ott fejeztük be, Nyíregyházán ott tovább ugye feleségemmel együtt jártunk a templomba, a gyerekek is, már akkor született ugye két gyerek, és hát aztán én befejeztem 1988-ban a teológiát, és Feri atyával jó kapcsolatban voltunk, és hát ő vetette fel, hogy nem gondoltam-e arra, hogy pap legyek. Mert ugye hát ők ketten voltak akkor Budapesten, ő volt, ő is 70-en már felül, és ugyanegy olyan korú segítője volt neki itten, a Galota József atya, aki aztán 88-ban meg is halt, 88 végén. De még előtte vetette fel nekem ezt a kérdést a Feri atya, hát mondtam, hogy tulajdonképpen gyerekkoromtól készültem a papságra, én nagyon szívesen vállalom a papi szolgálatot, örömmel is, de hát ugye most itt élünk Nyíregyházán, hát ugye ne is mondta, hogy jó, hát majd minden elrendeződik a maga idejében. Hát ez úgy is volt, mert ugye a József atya, Galota József atya meghalt, és következő év februárjában, tehát 89 februárjában szenteltek engem pappá, ott a Nagyboldogasszony Székesegyházban, ahol most is szolgálok, és hát azóta... Ez a Petőfi téren. Ez a Petőfi téren van, igen, a 5. kerületben. És hát azóta is ott mondhatni, hogy megszakítás nélkül. Nagyon érdekes, hogy ennyire nem ismertem a te életpályádat. Azt tudtam, hogy te majdnem a rendszerváltással együtt ez így is van. Lettél idézőjelben egy szabadabb egyház, mert minden egyház utána, ugye megszűnt az állami egyházi hivatal, szabadabb egyháznak egyik vezetője, és hát Feliz atya mellett, akinek óriási egyháztörténeti múltja, és én is kaptam tőle egy-két könyvet, és nagyon örültem annak, hogy megismerhettem egy, amiről te most beszéltél, egy olyan egyházat, ami a családunkhoz nem kötődött, csak hallottunk róla, mert mi Ungváron laktunk, és hát természetesen Ungváron ott is, igen, voltak az ortodoxok, görögkatolikusok és más egyházbeliek is, úgyhogy na tehát tulajdonképpen eljutottunk 89-re, és akkor végül is itt kaptál lakást is, és így a családdal együtt ide tudtál jönni és itt szolgálni. Így van, hát mi már ott elkezdtünk egy építkezést, nem Nyíregyházán, mert ott elég nagyobb voltak, vagy magasak voltak az árak, de Nyírszőlősön ez mellette van, és megközelíthető nagyon könnyen. És ezt a lakást aztán, vagy házat én eladtuk tovább a későbbiekben, mert hát ugye nem tudtunk volna vele mit kezdeni ilyen 200 néhány kilométeres távolságból. Először kaptunk itt egy ilyen garzonszerű lakást az egyháztól, de hát ugye kezdtünk egyre többen lenni, ugye, tehát a gyerekek is már, ahogy mondtam, ugye már volt előtte is, mielőtt felszenteltek, már két gyerekem volt előtte, és a harmadik az már itt született Budapesten, és hát így eladtam, ami ott volt, és hát próbálkoztunk a környéken, úgyhogy máig is én 91 óta Kerepesen lakok, tehát ott onnan járok be, Kerepesen. Ott sikerült egy régi parasztházat vennünk, és akkor hát egy kicsit azt mindig pofozgatjuk, de hát, és ott lakunk, tehát. Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy végül is most a Kocsis Fülöp atya, aki ugye most érseki ranggal a Magyar Görögkatolikus Egyháznak úgymond vezetőjévá vált, egyre inkább, ahogy érzékelem, a liturgia visszatér az eredeti ortodox liturgiához. Igen. Tehát megváltoztatta egy picit, én többször vettem részt még Keresztes Szilárd, Pregun István, stb. Alatt különböző, hát Isten tisztelet, igen, de visszatért az ószlávhoz is, meg talán hosszabbak is váltak, mert az ortodox Isten tiszteletek nem rövidek. Nem rövidek. Én azt mondanám, hogy visszatért az eredetihez. Tudnélik, ugye ez is a tanulmányozásaimnak egy része volt, a liturgia, ugye, ami hát tudnivaló, hogy az egész uniót a liturgikus téren a lembergi bazilitáknak liturgikus gyakorlatára építették. Ők bizonyos helyeken egyszerűsítettek, illetve van olyan hely, több is a liturgia folyamán vagy területén, ahol
a katolikus egyház gyakorlatához próbálták a külsőségeket alkalmazni, tehát ilyen kézkitárások, meg nem tudom ezek. Tehát ők ezt mind megpróbálták, hogy minél jobban hasonlítson, bár úgyis eltér. Tehát ha valaki bemegy, látja azonnal, hogy egész más, mint a katolikus, pláne manapság, hogy szembe is miséznek ugye a katolikusok, tehát már itt ez. Igen. De a Fülöp atya is, meg az Atanáz atya is, ők voltak külföldön is több évig, tehát például Seftonyban, ahol ez az ószláv, amit én mondtam, hogy én a Vatikánból hallgattam, ott úgy végzik a liturgiákat bencések, tehát ilyen két vitusra vannak szentelve, katolikus és ez a bizánci, és akkor ugye ott ők ezt részesei voltak ennek az eredeti istentiszteleti hát gyakorlatnak, és hát gondolom, hogy ez indította arra, hogy... Azt hadd kérdezem, hogy végül is ugye azt mondtam a legelején, hogy orosz jurisdikció alatt működik. Na de hát eredetileg nem úgy működött. Mikor történt ez a úgymond hovatartozásnak a jogi része elsősorban? Igen, ennek is egy történelmi folyamata van. Ugye ezt az egyházközséget, a Nagyboldogasszony egyházközséget a Petőfi téren és a templomot a görög és makedon vlach kereskedők építették 1791-től 1801-ig, 1801-ben szentelték fel a templomot. Na most hát ott akkor volt 278 család. Ebből ez körülbelül 725 főnek felel meg, ami kitmutatás alapján bebizonyítható. De hát ezek ugye a török elnyomás alól jöttek erre Magyarországra, és kereskedők. Tehát ők eredetileg állattenyésztők voltak, és kereskedőkké váltak itt ezen a vidéken. Nagyon jól csinálták a dolgukat, volt pénzük, tehát belegyakorolódtak ebbe a dologba. És hát amikor 1821-ben ugye elkezdődött a szabadságharc Görögországba, akkor ők nagyobb részük úgy gondolt, hogy visszamegy oda, mert akkor ugye szabadult fel, egymás után szabadultak fel a görög területek, és hát ott folytatták az életüket, tehát nagyon sokan elmentek innen. Akik itt maradtak ebből a 725 főből, ezek pedig hát ugye vegyes házasságot kötöttek, tehát katolikusokkal, reformátusokkal, evangélikusokkal, és nagyon sok közülük már a gyerekek nem ortodoxok lettek, hanem esetleg más vallásúak. Tehát kezdett, most mondjam azt, hogy leépülni, vagy kis híján kihalni ez az egyházközség. A múlt század 30-as éveiben, tehát a két világháború között, mintegy ebből a 728 fő, vagy 725 főből mintegy 30 fő volt, de ezek is idősek nagyobb részben. És hát ugye akkor már kimondták a magyar jellegét az egyházközségnek. Ugye görögül végezték a szertartásokat évszázadokon át, de akkor azt mondták, hogy szeretnék, ha miután Magyarországon élnek és magyarul beszélnek egymás közt, megtartva a görög kultúrát, amit hoztak magukkal is, és ez megbecsülve, szeretnék azt, ha mégis hát ugye magyar lenne a jellege, tehát beírhatnák azt, hogy magyar egyházközség. Hát ezt nem püspökökhöz fordultak, ugye először a patriárkához, a konstantinápolyihoz nem engedélyezték, és ez egy tortúra ment végig, de nem sikerült ezt elérni. Egészen a második világháborúig húzódott ez a dolog, és hát akkor már mielőtt bejött volna, vagy ide ért volna a vörös hadsereg, tehát a szovjet hadsereg, azelőtt már történtek kapcsolatfelvételi kísérletek a moszkvai patriárkátussal. De azért, tehát ez nem elsősorban politikai okokból történt, hanem azért, mert a moszkvai patriárkátus mindig ilyen rugalmas volt. Tehát például a Kokáér Alaszkába elindult egy misszió, és most a mostani amerikai autokefál ortodox egyház, ami angol nyelven végzi az istentiszteleteket, Moszkvától kapta meg az autokefálitását. Tehát az teljesen független most már mindenkitől, ugye azt mondhatjuk. Na, tehát ez a rugalmasság, hogy saját nyelv, saját gyakorlatok, új naptár használata állandó ünnepekbe, nem volt hajlandó senki más engedélyezni, csak Moszkva. Hát ez sem ment egy gyors, nem volt egy nagyon gyors hát, folyamat, mert 45-ben ugye, tehát 40-es években elkezdődött, és 49 novemberében fogadta joghatósága alá Moszkva az egyházközséget. Na
Nagyon jó. Tehát egy olyan szenzációs kis történelmet adtál, hogy a következő kis szünet után folytatjuk azt, hogy végül is innen hogy alakult az, hogy ez ma magyar ortodox egyházként működik, és hát milyen tevékenységet végez elsősorban, miben szolgálja az embereket. Kedves hallgatóink és nézőink, folytatjuk tovább Magyar István Esperes úrral a beszélgetést. Eljutottunk egy izgalmas időponthoz, a rendszerváltáshoz, az egyházak rendszerváltásához is. És hát végül is odáig, hogy hogy került tulajdonképpen orosz jurisdikció alá az egyház, és mióta úgymond magyar ortodox egyház. Hát innen folytassuk akkor, hogy végül is ma Magyarországon hány közössége van, és végül is ez a kapcsolat, ez azt jelenti, hogy egyház megyeként működik, önálló egyházmegyeként, vagy nem önálló egyházmegyeként. Gondolok itt a román ortodox, vagy a szerb ortodox, meg Magyarországon önálló. Hát ezzel kapcsolatosan mondjad el a kis történetet, ami megint csak egy izgalmas és kevesek által ismert. Igen, hát mindig a történelemből kell kiindulni, mert érthetetlen lesz, ha az ember csak a májról beszél. Tehát odáig jutottunk ugye, hogy 49-ben jurisdikció, tehát a joghatósága alá fogadta a moszkvai patriárkátus a Nagyboldogasszony egyházközséget. Na most ugye ez annak volt köszönhető, hogy az egyházközségnek a vezetői, akik még leszármazottai voltak a templom alapítóknak, tehát görög és makedon lakok, nem sokan voltak, akkor már még kevesebben, mondtam a 30 főt az előbbi beszélgetésünkben, igen, még kevesebb, már meghaltak közülük, illetve voltak, akik a szovjet bejövetel kapcsán nyugatra távoztak, stb. Tehát itt már 10-1-2 emberről lehet beszélni. Na, ők felvették a kapcsolatot Moszkvával, tehát nagyon komolyan gondolták azt, hogy magyar nyelven legyen végezve az istentisztelet, hogy mindenki értse, ez a néhány ember is, aki még megmaradt. Aztán a másik az volt, hogy ugye a karácsony megünneplése, ami ugye hát tudnivaló, hogy a Julián naptár miatt, ugye ez 13 napos csúszással január 7-én kerül a orosz egyházba megünneplésre például, tehát a ortodoxiában, és ez így volt a 20-as évek, múlt század 20-as évei előtt a teljes ortodoxiában. Akkor a konstantinápolyi patriárkátus kezdeményezésére tért át a görög egyház és az egész konstantinápolyi joghatóság alatt lévő egyházak arra, hogy az állandó ünnepek kapcsán úgy tartsák, tehát például a december 25-e az december 25-e. Tehát ugyanakkor van a karácsonyunk, mint a nyugatiaknak. Hát ugye a vegyes házasságok, igen, kapcsán volt erre szükség. Na, ezt szerették volna ugye ezek a itteni budapesti hívek is. És ezt engedte meg igazából a moszkvai patriárkátus mindenféle kitétel nélkül. Tehát magyar nyelv és az új naptár használata a állandó ünnepeknél, ez a húsvétot nem érinti, ugye? Ezt meg kell jegyeznünk. Na most 49-ben, amikor joghatóság alá fogadta a patriárka első Alexi, akinek csak megjegyzem zárójelbe, hogy a anyai ágon magyar származású volt, tehát volt kapcsolat valami, ugye? Akkor küldött ide egy esperest a Kopolovics Iván személyében, aki Munkácsi püspöknek a titkára volt abban az időben, és ő egészen 1954-ig, tehát 5 éven keresztül vezette. Kiválóan beszélt magyarul, tehát nem megértette egymást a hívekkel, mindent, tehát nem, semmi gond nem volt. Utána az ő, mikor lejárt az ő szolgálata, tovább ment Eperjesre, tehát oda helyezték, és akkor a Feriz atya vette át ugye 1954-be ezt a szolgálatot, aki viszont egy nagyon érdekes, mert ő nem pap volt, tehát ő nem papi személyként kapta ezt a szolgálatot, hanem világi hívő volt, és úgy választották meg az egyházmegye vezetésére, és szentelték pappá, és hát így, egészen 2000-ig töltötte be ezt a tisztet, mert akkor lett egyházmegye a
az esperességből. Addig Magyar Ortodox Esperesség néven futott, vagy Magyar Ortodox Adminisztratúra, mind a kettő elfogadott volt. De ez alatt az időszak alatt, ezt is tudni kell, és a történelemhez tartozik, nagyon sok minden történt, főként az istentiszteleti könyveknek a magyar nyelvre fordítása, ami nagyon fontos volt. Az utolsó 1972-ben jelent meg az utolsó magyar nyelvi fordítás, az pedig ugye a liturgikon második kötet, amiben különböző esti, hajnali istentiszteletek, ilyesmik vannak meg. És hát ugye manapság emiatt, hogy ezek megvannak, ezek a fordítások, minden egyes szertartásunkat, bármi legyen, tudjuk magyar nyelven végezni. Addig ugye sajnos az olyan volt, hogy vagy csak ilyen fecnik voltak, amiről hát végezték ezeket a szertartásokat. A legfontosabb a liturgia meg volt első pillanattól, tehát az elsőnek lefordították, az a legfontosabb szertartás, de a többinél ott, ahonnan tudták, onnan szedték össze. És Feri Zatya ebbe nagyon nagyot alkotott. Hát az igaz, hogy hosszú évekbe tellett, évtizedekbe szinte, hát ugye 54-től 72-ig, de hát ugye a görög eredetiből, ezt meghatározta a moszkvai patriarkátus, hogy csak és kizárólag görög eredetiből lehet fordítani a magyar nyelvre. Itt nagyon sok minden alakult ez alatt az időszak alatt, tehát ez a néhány ember, akik már, én már nem is ismerek közülük igazából, az a tíz, egy néhány ember, aki még igen, ugye 45-ben megvolt, vagy 49-ben. De most egy népes közösségünk van. Ez annak köszönhető a nyelv, tehát a magyar nyelv használatának. Ugye, hát most jelenleg liturgiákon egy-egy vasárnap, én csak mondok egy számot, mert ugye ez változó, ami mozog, hát egy 80-120 fő között vannak jelen a hívek. Ez egy nagyon szép szám ahhoz képest, hogy, tehát, és ez mind a nyelv miatt van. Értik, megértik az istentiszteletet, és ez nagyon fontos, ezt tapasztaltam én magam is. Hát hány ugye, helyen van még hasonló közösség? Folyamatában, tehát az első volt 1949-ben a Nagyboldogasszony Egyházközség, igen, ami joghatóság alá lett fogadva, és utána folyamatosan tértek át a görög alapítású egyházközségek. Tehát ilyen volt például egy a sok közül, de sorba is el tudom mondani, tehát mondjuk van Miskolcon, ugye ott egy nagyon szép templom, és hát egy aránylag népes egyházközség van. A templom hasonlít a miénkhez, mert ugyanazok a mesterek végezték a nagyon munkákat. Szép. Nagyon szép. Tehát ha bemegy valaki, akkor azt mondja, ez testvére, vagy majdnem úgy néz ki, mint a budapesti templom, ami igaz is. Aztán van Nyíregyházán, amit már említettem, az a 40-es évekbe alakult oroszoknak elsősorban, de most már vegyes, tehát magyarok is vannak szép számmal, hála Istennek. Az egy kápolna a pap lakkal együtt, tehát a parókiával együtt. Aztán van Szegeden, ugyancsak egy ilyen építés, az is a 40-es években alakult, ott magyar egyházközségnek alakult eredetileg is, de az is csatlakozott ehhez az esperességhez, ugye. És aztán legújabb, hát így mondjam, alapítás az Debrecenben van, annak körülbelül 5 évvel ezelőtt lett alapítva ez az egyházközség, egy olyan 20 fő körüli létszámmal működik. Van, kialakítottak egy garázsból egy kápolnát, úgyhogy nagyon, nagyon szépen. Még hadd kérdezem, hogy ugye annak idején Karcag, Kecskemét és Szentes, sőt, Ürömbe is van azért. Igen, eleven, vannak bizonyos értékei ennek a egyháznak. Így van, egyháznak. Tehát Üröm, tehát van még a Lendvai utca Budapesten, ja, ami Lendvai, orosz nyelvű, tehát, orosz, vagyis hát ilyen oszláv nyelven végzik az istentiszteletet, de orosz nyelven van a prédikáció, a pap is ugye kiválóan beszéli az oroszt, és oroszul beszél a hívekkel, meg gyóntat, mi egyebek, és ugyanúgy Üröm is a orosz nyelvű, vagy hogy mondjam, ehhez a Lendvai utcai egyházközséghez miért tartozik. Miért érdekes, hogy Üröm, azért ezt mondod el? Hát Üröm ugye ott a Alekszandra Pavlovna hercegnő, ugye József Nádornak az első felesége nyugszik, építettek egy kápolnát, és igen, abban a kápolnában nyugszik, aki hát ugye Alekszandra Pavlovna fiatalon, 19 évesen szülés után halt meg, tehát ugye egy nagyon tragikus sors, ami azt igen illeti.
és József Nádor oda temettette. Illetve hát egyeztetett ugye az acárral, igen, és akkor ez... Ott pedig egy nagyon érdekes dolog, hogy egészen ez a bizonyos forradalomig, ugye a 17-es forradalomig állandó kihelyezett lelkészek voltak itten, és minden nap végeztek istentiszteletet. Nekik ez volt a feladatuk, csak hogy a hercegnőnek a lelki üdvéért ott végezzék az istentiszteleteket. Majd ez a 17-es forradalom után megszűnt, és hát akkor, mikor megalakult a Lendvai utcai egyházközség, akkor oda csatolták ezt. És ez is kapcsolódott az esperességhez ugyanúgy. Igen. Tehát, és ott is van minden szombaton manapság, ezt azért elmondanám, hogy a Ürömben minden szombaton 10 óra van liturgia. Igen. Tehát itt kooperációba ment a dolog, igen. És részt vettek benne a Habsburgok is, hát ugye a József Nádor kapcsán. Igen. Tehát ez egy igazi ökumenizmus volt, ami ezt illeti. És politikailag is. Különleges érték, igen. Tehát az egyik legérdekesebb és értékesebb kis apró része. A többiről pedig, hát kicsit nehéz, úgy így mondjam, beszélni, tehát most itt Karcagról is, vagy éppen Szentesről is, Kecskemétről, mert ugye azok is görög alapításúak eredetileg. Tudni kell, hogy Karcag teljesen kihalt, tehát ott már nincs egyetlen hívő sem. Sőt, a parókiát is lebontották, az a nagy tér, ami a templom körül van, az igen. A parókia ott volt. Úgyhogy az már csak egy meglévő templom, egy műemlék ténylegesen. Igen. Most a Szentes és Kecskemét, ott még akadnak hívek, de ott sem a görögök, akik alapították, hanem ilyen különböző, akár lehetnek ukránok, oroszok, akik itt élnek, tehát különböző. Bár görögök is voltak néhányan, a Kecskeméten például a Kodály intézetben ott tanultak, igen. Tehát azok is oda jártak. Hát ott ugye most jelenleg az nem mi hozzánk tartozik, hanem a konstantinápolyi egzar, az magyar egzar. Az mikor alakult a konstantinápolyi egzar? 95-ben. 95-ben. A legjobb tudomásom szerint. És annak 95-ben. A vezetője... A Kalota. Az is József Kalota. Igen, hát akiről beszéltünk, a Kalota József atyának a fia. A fia, igen. Aki igen, volt igen, lelkész ugye a mi templomunkban. Egy érdekességet lehet, hogy tudod, lehet, hogy említettem. Én jártam Karcagon, és akkor a Fazekas Sándor, aki most vidékfejlesztési vagy földművelés miniszter volt, a polgármester, és mondom neki, hogy ezt a gyönyörű értéket itt hagyjátok, így bezárva, ha már egyszer nincs mögötte közösség, legalább az önkormányzat nyissa ki, és mutassátok, mert az ikonosztázió meg egyáltalán ott nagyon szép, igen. Ott tulajdonképpen ezt a fajta értékét ennek a szellemiségnek, ami itt volt, azért az ide látogatóknak is érdemes lenne. Aztán, hogy mi lett belőle, nem tudom, de nem mondta az, hogy nem. Voltak tárgyalások, tehát voltunk ott lent mi is. Végső soron most a templomkulcs ott van az önkormányzatnál. De ugye használni a templomot nagyon nem tudjuk, mert lelkésre lehet oda helyezni, még ugye ha lenne annyi lelkészünk, de nincs is, de ugye nincs hol lakni például, és nincsenek hívek, tehát ez a legfontosabb, hogy nincsenek igen, hívek. Igen. Tehát ez meg lehetne úgy, hogy karban tartva, és mint egy műemléket. Így. Lehetne, és évente talán egy alkalommal a templomnak az ünnepén. Akkor. Lehetne benne istentiszteletet szolgálni. Ezt így, mint ahogy csinálják a szerbek például Egerben. És még egy érdekesség, amit szintén nem régen alakult, Kis László hévízi plébánossal beszélgettem, és mondja, hogy hát a Hévíz városba elég sok orosz gyógyulni vágyó ember fordul meg, és hát azzal fordultak hozzá, hogy szeretnének ők a testi gyógyulás mellett a lelki gyógyulásnak is időnként adjon helyet, és így kialakult ott egy rendszer, hogy ott végül is azért olyan istentiszteletek vannak, ami az ott éppen ott lévő orosz vagy ukrán, de végül is az ortodox egyházhoz tartozónak meglegyen a lehetősége. Azt hiszem ez egy ritka dolog, nem? Igen, tehát itt van egy lelkészünk, aki itt volt nálunk is, több évig, aztán elkerült Moszkvába, de megint visszakerült ide Magyarországra. A Lendvai utcába szolgált annak előtte. És hát aztán egy ilyen
diplomáciai küldetése volt ott Moszkvába, és onnan jött vissza, és őt nevezték ki hévízi parókusnak. Na most hát ugye a parókus attól parókus, hogy van parókiája, neki nincsen. Igen. De hát ez természetesen azért van, hogy kinevezve parókusnak, hogy szervezze ott az egyházi Igen. életet. Na most nem csak azok jönnek ide oroszok közül, akik gyógyulni vágynak, hanem van egy ilyen második Karlovi Vari, vagy Karlovi Vári, hát ilyen jellege ennek a hévíznek, és ott vesznek lakásokat, vagy házakat, és akkor ott élnek. Ja, igen. És akkor így most úgy néz ki, hogy lehet, hogy lesz belőle, a templomterv megvan, én is láttam, mutatta Nikolája, ha úgy hívják máskülönben, és hát ő neki az egész Dunántúl most igazából az ő hát kezére van bízva, mert ugye akik ott vannak valóban, tehát Siófokon is néhány orosz van, akik ott élnek és esetleg szeretnének istentiszteletet. Keszthelyen is már kezdenek így alakulni, és van, tudom, Veszprémbe is meg. Tehát, hogyha ő ezt elkezdi... De mégis van egy fix helye, vagy lesz egy fix helye Hévíz. Hévíz, ott lesz templom, és akkor onnan ő el tud. Tehát még mindig könnyebb, mint Budapestről. Mert amíg ő nem volt, tehát az ő beosztása nem volt, addig mind Budapesthez tartozott. Tehát én temettem példának okáért Sopronba, temettem Siófokon, Komáromba. Tehát ezek mindenhova mi mentünk, ahol szükség volt. Most hát ő ezben mondjuk segít bennünket, és ez nagyon jó. És Hévízen várható akkor, hogy fölépül majd egy ilyen ortodox templom. Igen, egy szép ilyen orosz stílusú templomról van szó. Hát úgy mondjuk, mint olyasmi nagynak vélem én, mint ott az a hévízi katolikus templom, úgy nagyjából. És hát én, ahogy láttam fényképeket, azért ottan általában az istentiszteleten egy 30-40 fő részt szokott venni. Tehát aztán mondjuk az, hogy egy karácsony, tehát az ónaptár szerint a január 7-i karácsony alkalmával mondhatni, hogy tömve van szinte a templom. Ugye hát akkor jönnek sokan az ünnep alkalmából. Megint egy kis érdekességet, ugye sokan hallották azt, hogy Alexi pátriárka, amikor Magyarországon járt, én is találkoztam vele, akkor végül is szóba került az, hogy 1054 egyházszakadás, a megbékélésének helyszíne lehetne Magyarország is. És ez eddig a kormányok is, meg az egyház is, azért Vatikán is azért ezt eléggé szorgalmazta. Véleményed szerint mi megérjük még azt, hogy ez a megbékélés, ugyan most más pátriárka van, a Kirill pátriárka, hogy esetleg ez a találkozó akár akkor szó volt az, hogy Pannonhalma talán lenne, vagy Magyarország lenne ennek a helyszíne, ami egy óriási dolog lenne számunkra is. Hát ugye proféta nem vagyok, tehát Igen. nem tudom megmondani, hogy mi megérjük-e, az idő pedig szalad. De ugye Magyarország mint egy semleges hely jött számításba, tehát itt végső soron ugye mondhatni, hogy akkoriban volt a lengyel pápa még, és volt ugye a Rüdiger, ugye a második Alexi Rüdiger családi névvel rendelkezett, tehát ilyen német... Ő tulajdonképpen azt hiszem észt volt, észt, nem? Igen, észt. De úgy német eredetű a család. Annyit még megjegyeznék, hogy Rüdiger tábornok a 1849-es orosz bevonulásnál, vagy ugye, akkor leverték a szabadságharcot, ő volt az egyik tábornok ezek közül. Tehát az neki rokona volt, úgyhogy volt külön oka is, hogy miért kért bocsánatot a magyar néptől ott a parlamentbe, ugye? Tehát. Igen. Na, mindegy, a lényeg az, hogy ugye mondhatni, hogy egy félig német, félig ugye orosz, mert az édesanyja az is, lettek észtek ennek kapcsán aztán, ugye ott laktak, és egy lengyel pápának ez egy nagyon ideális terület lett volna Magyarország. Pontosan. Hát akkor azt mondta a Szent Szinódus, ugye, mert a páp nem a patriárka határoz bizonyos dolgokban, ő csak aláírja, neki is van szavazati joga természetesen, vétót is emelhet, de hát ez kérdés ugye, hogy mindig ez hogy zárul, és akkor ő szerette volna ezt a találkozót, de valami oknál fogva a Szent Szinódus úgy határozott, hogy ennek az ideje még nem jött el, tehát nem azt mondta, hogy nem kell találkozni, csak hogy ennek az ideje még nem jött el. Itt felhozták
oknak. Például azt, hogy Oroszország, vagy hát igen, most már Oroszországban ugye a II. János Pál egyházmegyéket, katolikus, római katolikus egyházmegyéket alapított. Sőt, mi több, Moszkvába is püspököt nevezett ki, meg nem tudom. Tehát itt ezeket nem vették jó néven, vagy nem tudták lenyelni egy könnyen. Ez is lehetett egyik oka annak, hogy így idegenkedtek ettől a dologtól. Utána, amikor a 16. Benedek lett ugye a pápa, akkor is szóba került ez a dolog, hogy esetlegesen egy ilyen szóba jöhetne, de aztán valahogy elült ez. Tehát ez nem is volt olyan erőteljes, mint az előző. Igen. Ez csak egy ilyen, jött egy hír, aztán utána esse. De azt tudni kell, hogy például a Hilárion Metropolita, aki nekünk itt 6 évig megyés püspökünk volt. Ugye? Én is találkoztam vele, igen. Ő most a külügyi osztálynak a vezetője, és ő rendszeresen jár Rómában és tárgyal a pápával ezeknek a dolgoknak a kérdésében. Hogy aztán mikor lehet ebből valami? Azt tudni kell, hogy Kirill patriárka kiválóan ismeri az összes helyzetet, mert ő volt a külügyi osztály vezetője tizen nem tudom hány éven keresztül, tehát ő neki nem kell bemutatni semmit, mert ő mindent pontosan ismer. És úgy látszik, hogy ha ő azt mondja majd, hogy most eljött az ideje annak, hogy találkozzunk a pápa és a patriárka, akkor valószínű, hogy valóban el is fog jönni az ideje is akkor. Nekem van egy érdekes teóriám, ami lehet, hogy csak mondom, csak egy ilyen véletlen. Az, hogy Ferenc pápa, majdnem azt mondom, hogy az első külföldi államfő között Putyint fogadta. Sőt, kétszer fogadta, mióta pápa. El tudom képzelni, de ez a fantázia kérdése, hogy mind a kettő beírhatja magát a történelembe, ha ezt a találkozót valóban tényleg az ő pápasága időszakába és Kirillel együtt, egyáltalán mondjuk Magyarország helyszínnel ezt megvalósítanák. Azért is érdekes, mert ugye a többi úgynevezett pátriárka, tehát nemzeti pátriárkák, mindegy, hogy ez görög vagy szerb, vagy azokkal a pátriárkákkal már találkozott a pápa. Itt igen, a legnagyobb, a leges-legnagyobb az orosz ortodoxia, amelyik végső soron ezt az úgynevezett 1054-es megbékélésnek az utolsó pontját tudná rátenni. Ez egy óriási dolog lenne azért. Hát ugye valószínűsíthető, hogy általunk nem látott egyházpolitikai okok vannak ott a háttérben, ami miatt egyelőre most nem érkezett még el az idő, ahogy fogalmazták. Bízunk benne, hogy elfog. Viszont én akkor térnék még arra, amiről beszéltünk, vagy és ugye megemlítetted itten, hogy mennyire hát önálló a mi egyházmegyénk. Igen, ugye? Igen. Ezt úgy kell végig gondolni, hogy ugye mindig is önálló volt, csak ugye magyar volt a vezetője, tehát mondjuk a Feriz atya személyében. Most viszont, amióta egyházmegye lett az esperességből, azóta püspök van, tehát megyés püspök, aki az legelső időktől, 2000-től kezdve Bécs és Ausztria és Budapest püspöke, tehát ezt a kettőt, mint a monarchia idején is, ugye két főváros volt. Hát most ugye úgy van, hogy a mostani püspökünk éppen október közepe után nem sokkal lett püspökváltás nálunk. A mostani püspökünk, ő a moszkvai vikáriusa, tehát helynöke, egyik helynöke a patriárkának, Kirill patriárkának, és emellett kapta meg a magyarországi és a ausztriai, tehát a bécsi és budapesti püspökséget. Tehát így, mint püspökség önálló, ugye? Ráadásul, tehát mindig úgy van, hogy a püspök ugye tárgyal, vagy eszmét cserél ugye a magyar papsággal, hogy most ugye a itteni helyzetek, igen, és mi egyebek, hogy hát ugye nem, az a lényeg, hogy nem orosz módszer szerint működik ez a önálló püspökség, ugye? Egy kicsit más a bécsi, mert ott például nagyobb részben oroszok, tehát ilyen emigráns oroszok vannak, igen, tehát az orosz püspökségnek számíthat, de milyen az magyar is, ezt minden egyes püspök elfogadja és tudomásul veszi, hogy itt ugye más egy kicsit a helyzet nálunk, mint mondjuk a orosz egyházban. Ez egy kis kuriózum azért. Végül is örülök neki, mert azt lehet mondani, hogy a három jelentős
történelmi múlttal rendelkező szerb, román és orosz magyar ortodox egyháznak azért most már saját megyés püspöke van. Igen. Az igaz, hogy mondjuk a román Gyulán az többet van ott, mert Arad ott köz, lakik, igen, mert ott lakik. A szerb az Temesvári egyházmegyével együtt, tehát is, itt is, ott is. Hát ebben az esetben a magyar pedig azt jelenti, hogy hát Moszkva, Bécs és Budapest között időnként találkozik azért az itteni hívekkel is. Így van, és hát mondjuk ő nagyon, tehát itt most kétszer volt itt jelen, ez alatt a rövid idő alatt Magyarországon, és mind a két alkalommal szerint ejtette annak, hogy először az állami vezetőkkel találkozom, majd pedig hát a egyházi vezetőket is hát meglátogatta. Tehát egy kapcsolat, egy bizonyos kapcsolat kialakulóban van, ugye? Tehát ez egy fontos. Azt hiszem, hogy titeket ez nem érint, az, hogy ugye tavaly december 15-én a parlament végül is nem fogadta el az új egyház törvényt, mert hiszen abban a 32-ben eleve benne vagytok, amelyiket ez nem érinti. De hát ezzel a végső szóval fejezzük be, hogy ne is érintsen, hanem valóban szolgáljátok azokat, akik szívesen, sőt, hittel mennek a ti Isten tiszteletetekre is. És hát minden jót kívánok neked is, és hát természetesen azzal, hogy remélem, hogy folytatjuk tovább, amikor valami új kuriózumokkal is tudunk előállni a lakosság, illetve a nézők és a hallgatóság részére. Köszönöm szépen még egyszer, hogy együtt lehetünk, és még egyszer minden jót kívánok neked is. Köszönöm a meghívást is, köszönöm is a lehetőséget.